Üdvözöllek benneteket! Aktuális videónkban azt tanuljuk meg, hogyan lehet képernyőnk tartalmát lementeni, levetetni, akár részben, akár teljes egészében. A tartalmat, mint kép fogjuk tárolni, és ezt a képet akár el is tudjuk küldeni valakinek, akár egy esetleges hiba esetében, hogy analizálja a hibát, vagy csak valamilyen információt szeretnénk ezzel a képpel együtt küldeni. Adott egy mappa, és a feladatunk az, hogy ennek a mappának a tartalmát vetessük le, és mint kép tároljuk valahol a számítógépünkön. Ennek a tárolásának érdekében készítsünk egy új mappát a számítógépünkön, lehet ez a munkaasztalon is. A mappának a neve legyen egy ilyen név, hogy képernyő mentése. Miután elkészítettük a mappánkat, a dolgunk az lesz, hogy levetessük azt a részt, amit szeretnénk archiválni, levetetni. A mentéshez a billentyűzetünkön keressük meg a Print Screen gombot. Ez az Enter-től picivel jobbra is fölfele található. A Print Screen valójában levetetjük az ekránunkat. Ezek szerint, amikor a kívánt tartalmat beállítottuk, akár lehetjük nagyobb képernyőkre, nagyobb képekre is, hogy jobban látszódjanak a képek, de vissza is tehetjük kisebbekre, hogy több kép is látható legyen. A billentyűzetünkön nyomjuk meg most a Print Screen gombot. Amint megnyomtuk a Print Screen gombot, semmi változást nem látunk, egyedül annyi, hogy egyet villant az egerünk. Valójában a képernyőnknek a tartalma, mint kép, most bekerült a vágólapra, tehát a speciális memóriába. Ahhoz, hogy onnan elővarázsoljuk, egy nagyon egyszerű dolgot, programot fogunk használni. Egy olyan program, ami mindegyik számítógépen rajta van, ez pedig a Paint, a rajzoló program. Akár a Start menü lenyomásával keressük meg a Paint programot, vagy ha nem jelenik meg a Start menüben, a keresőmezőbe kezdjük el írni a nevét, hogy PA, és már biztos meg fog jelenni. Kattintsunk rá, és amikor elindult a Paint programunk, nem most nem fogunk rajzolni, figyeljük meg, hogy a bal felső sarokban a Paste, tehát a másolás, illetve a beillesztés gomb aktív. Ha nem nyomtuk volna le a Print Screen gombot, akkor ez a Paste most szürke lenne, vagyis nem lenne aktív. Ha már aktív, kattintsunk rá, és íme rögtön lehet látni, hogy a képernyő tartalmát, mint kép, most beillesztettük. Láthatjuk minden egyes részét, akár a Start gombot, akár a mappát, akár a képet, amit segítségül használtam. Ha nem szeretnénk az egész képernyő tartalmát lementeni, hanem például csak egy kis részre van szükségünk, a Paint-en belül használjuk a Select, tehát a kijelölést, jelöljük ki azt a részt, amit szeretnénk lementeni, megjegyezni, és használjuk a Copy-Paste mechanizmust úgy szintén, Copy-val megjegyezzük, viszont ha most a Paste-re kattintok, akkor még egyszer meg fog jelenni, nyugodtan használhatunk, kérhetünk egy új dokumentumot, nem akarjuk menteni a meglévőt, és most a Paste-re kattintva csak a keresett részt tudom újból beilleszteni. Így már kaptunk egy olyan részt, amelyre szükségünk van, már csak annyi maradt, hogy ezt a dokumentumot lementsük, mint kép. Ha zavar bennünket, ez a kép alatti fehér rész, kattintsunk ide, és a dokumentumot szorítsuk össze, húzzuk össze, hogy csak az aktív rész, tehát maga a kép jelenjen meg. Így már megkaptuk magát a képet, nyugodtan hozzáfoghatunk a mentéshez. A mentéshez használjuk a Save, illetve a Save As utasításokat. Ajánlatos a Save As, vagyis a mentés másként, hiszen itt lehetőségünk van kiválasztani többfajta képformátum közül. Legajánlatosabb a JPEG típus, illetve a PNG típus. Én javaslom, most a JPEG formátumban mentsük le. Amikor rákattintunk a típusra, JPEG típusra, beállíthatjuk, hogy hová szeretnénk lementeni. Bal oldalon keressük meg a munkaasztalunkat, hiszen emlékezzünk vissza a videónk elején, készítettünk egy mappát, ahová majd elmentjük az aktuális képünket. Tehát kattintsunk a munkaasztalunkra, vagyis a desktop, keressük meg a most nemrég elkészített mappát, ez a képernyő mentése, és az untitled, tehát a név nélküli helyet adhatunk egy nevet, ami alapján lementjük az aktuális munkánkat. Legyen ez egy képernyő,
és adjuk neki egy sorszámot, egy 1. Láthatjuk, hogy a típus JPEG, akár menet közben át is válthatjuk szükség szerint, ha más formátumban szeretnénk menteni. Amikor beállítottuk a dokumentumnak a nevét, típusát, már csak annyi dolgunk maradt, hogy rákattintsunk a mentés, vagyis a save gombra. Kattintsunk rá, és ellenőrizzük le, hogy ezt sikeresen lementettük-e. Kattintsunk a kis munkaasztal ikonra, íme, hogy megjelenjen a munkaasztalunk, és nyissuk meg a képernyőmentés a mappát. Ha látjuk benne azt a képet, amelyet az előzőekben lementettünk, akkor azt jelenti, hogy sikeresen elvégeztük a feladatunkat. Ennyi lett volna e rövid kis videónak a tartalma, tehát a billentyűzeten található print screen segítségével le tudtuk vetetni az ekránunkat, a képernyőnket, utána már a Paint-ban, tehát a Paint programban ki tudtuk jelölni, ki tudtuk vágni azt a részt, amire szükségünk van, és egy mentéssel el tudtuk tárolni a számítógépünkön a kapott képet. Ezzel leckénk végéhez is érkeztünk, köszönöm a figyelmeteket!